Szia! Miriszlei Gergő vagyok, és szeretném neked elmesélni, hogy ismerkedtem meg Istennel, és miként változtatta meg az életemet. Megtérésem előtti időszakról annyit lehet tudni, hogy nem igazán voltak olyan ismerőseim, akik jártasak lettek volna a vallásban, vagy hívők lettek volna, így nem is nagyon tudtak beavatni abba, hogy milyen felemelő érzés Istennel együtt élni. Én magam részéről úgy gondoltam, hogy ez csak egy mese, és ezzel le is tudtam az egészet, egészen tinédzser koromig, amikor igen nagy istentagadásba kezdtem, és úgy gondoltam, hogy ha Isten létezik, akkor nem engedheti meg azt a rengeteg kegyetlenséget és bűnözést, ami a világban történik. Hát így éltem az életemet majdnem a 30-as éveimig, amikor a munkahelyemen az egyik alkalommal nagyon-nagyon összetörtem, és lelkileg nagyon el voltam fáradva. Szünetben egy volt kolléganőm, azért csak volt, mert ma már a feleségem, odajött hozzám szünetben, és megkérdezte, hogy imádkozhatna-e értem. Hát gondoltam, ez nem sokat fog tenni a latba, hallgassunk meg egy mi atyánkot, aztán lesz, ami lesz. Legnagyobb meglepetésemre átölelt, és egy olyan beszélgetésben volt részem főtanúként, amire azt mondtam, hogy ez engem érdekel. Új fényben világította meg azt, hogy Isten létezik. Egyik napról a másikra egy Isten tiszteleten találtam magamat, ahol nagyon-nagyon féltem, nagyon izzadtam, legszívesebben kirohantam volna, de nem tettem. És azért nem tettem, mert sokkal erősebb volt a vágy, hogy megtudjam azt, hogy mi az a nyugalom, ami áradt az én feleségemből, mi az a nyugalom, amit érzek ott az embereken, és megtapasztaltam. Amikor imára került a sor, akkor életemben először hittelteli imában volt részem, a saját szavaimmal használhattam, beszélhettem az Úrhoz, és ekkor elkezdődött valami. Nem változott meg az életem egyik napról másikra, de elkezdődött valami. És ez a valami, ez a mai napig tart. Szépen lassan leszoktam nagyon sok káros szenvedélyemről, megváltozott a vezetési stílusom, megváltozott a kommunikációm, és az emberekhez való viszonyom. Nagyon sok pozitív visszacsatolást kaptam arról, hogy valósággal ragyogok, hogy olyan, mintha ki lennék cserélve. És ez nem tudhatom be másnak, csak annak, hogy Isten lelke megérintett engem is. Mert azon a napon a szívemet kitártam Jézus Krisztusnak, és életem legjobb döntése volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a szavakért, amit akkor hallottam, és nagyon hálás vagyok azért a tettért, amit Jézus megtett értem. Valahányszor imára hajtom a fejemet, akkor egy nagyon különös érzés fog el. Kiráz a hideg, libabőrös leszek, és melegség önti el a testemet, és egy ilyen ima után egészen másképpen élem az életemet, egészen másképp nézek föl az emberekre, kipihent vagyok, kiegyensúlyozottá válok, és leírhatatlan az, amit ilyenkor érzek, de ha valahogy meg kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy egy eufórikus állapotot idéz elő bennem. És semmi pénzért nem cserélném le ezt a döntésemet, ezt az életemet. Sőt, nagyon bánom, hogy ezért 30 évet kellett várjak. Köszönöm, hogy meghallgattál, és bízom benne, hogy téged is elvisz erre az útra, mert hidd el, megéri.